Ez a fiatalember Szabó Zsombor. Még csak középiskolás, de a saját elhatározásából elkezdte a késeket készíteni. Sokadik próbálkozása után mondta ki először, hogy ami elkészült, megfelel az elvárásainak. A buktatók ellenére nem adta fel a küzdelmet az anyaggal. Tulajdonképpen a késkészítést 3 évvel ezelőtt kezdtem, és az vonzott benne, hogy az alkotás öröme, hogy valami megszületik a kezem alatt. Eddig is édesapám révén volt itthon rengeteg vadászkés, és kezdetben megpróbáltam őket csak lemásolni, és utána pedig saját formákat is kitalálni. Az volt benne, hogy fém és fa munka is egyszerre, mind a kettő. Úgy szokott az lenni, hogy a család idősebb tagja örökíti át a mesterséget a fiatalabb generációkra. Nos, Szabóéknál mindez másképp van. A gyerek igyekezete inspirálta a felnőttet. Szabó Tibor számára a műhely nem volt ismeretlen közeg, hiszen apja és nagyapja is iparos ember volt, aki mellett lehetett sertepert élni. Mindenbe támogattam őt, szerszámokba, gépekbe megpróbáltam. Hát először ugye vártam egy kis időt, mert hát nem biztos most valakinek kipattam valami a fejéből, és mindjárt lesz belőle valami. Aztán láttam, hogy kézzel miket készít. Egy sima vasdarabot megfogott, reszelővel, kalapáccsal, kovácsolt is saját maga, itt kinn a tűzet rakott fából, fölmelegítette, és saját maga kikovácsolta az anyagot. És amikor láttam már, hogy egyre többet, egyre jobban fejlődik, akkor elkezdtem, azért csak beruháztunk dolgokba, készítettem neki csiszológépet, különböző szerszámokat, hogy segítsem a munkáját. Ő már talán 1,5-2 éve is készítette a késeket, és hát igazán mindig odaálltam mellé, és segítettem, próbáltam neki, mert ugye csak annak ellenére, hogy hivatásos vadász a szakmám, én édesapám ács volt, nálunk mindig volt valami munka az udvaron, a műhelyben, stb. És mindig próbáltam neki tanácsot adni, és ő elég nehezen fogadja a tanácsokat. Na és egyszer a fejemhez vágta, hogy hát én még nem csináltam semmit, jó lenne, hogyha megmutatnák valamit én is, hogy mit tudok csinálni. Hát ez egy kicsit azért úgy mellbevágott ez a dolog. Aztán úgy voltam vele, hogy már csak azért is megpróbálkozok egy késsel, és hát hosszabb húzavona után elkészítettem az első vadászkésemet, és onnantól kezdve a gyerek úgymond elismerte, hogy én is tudok valamit készíteni. Innentől számítódik a közös alkotás öröme. Tibor mindent precízen megtervez előre, sok esetben fából készülnek el a minták, csak ezután következik a fém megmunkálása. Persze készülhetne sok minden a műhely rejtekén, de a kés valahogy összeköti a két embert. Neked mi tetszik egy késben? Tulajdonképpen a formája, a markolata, a rendkívül sokféleképpen felhasználása. Ha valaki azt mondja nekem, hogy csináljunk neki egy kést, akkor az az első kérdésünk, hogy mire szeretné használni, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy most ők a konyha kést akar, és a konyhába akar vele húst szeletelni, vagy kenyeret vágni, akkor nem olyan kést kell neki készíteni, mint egy vadásznak, aki zsigerelni szeretne vele. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát az a lényeg, hogy mire szeretné használni. Aztán utána következnek a többi dolgok, hogy milyen anyagból szeretné esetleg markolatot kiválasztva, hogy fából, szintetikus anyagból, tehát nagyon sokféle lehetőség van ebbe a dologba. Az idő előre haladtával a technika is fejlődött a Szabó műhelyben. Újabb és újabb eszközök találódtak ki és gyártódtak le a tökéletesebb végtermék érdekében. Ezt a szerszámot is én készítettem a tok készítéshez. A tokot is én készítem a késekhez. Először nem én készítettem, de aztán úgy döntöttem, hogy én el tudom készíteni a tokot is, aztán saját magam nekiálltam is, és azt hiszem, hogy elég jó lett az eredmény. Azt is megtudhattuk, hogy ami szerintem önök számára is meglepő, hogy bicskát csinálni sokkal bonyolultabb feladat, mint azt bárki gondolná. 200 művelet van egy bicskán, mire elkészül. És
csak-csak mondogatta, hogy készítsünk már egy bicskát, apa, készítsünk már egy bicskát. Hát a tavaly nyáron nekiálltam, és nagy nehezen megszületett ez az első darab gyakorlatilag, amit az első bicska, amit készítettem, saját magamnak készült, nem is adom oda senkinek, és utána következtek a többiek. Hát nehéz szülés volt, de megérte, ugyanis ez egy teljesen más világ, mint a fix kések. Tehát itt minden apró dologra oda kell figyelni, a másiknál is ugyan, de annyira, tehát hogy mondjam, maga a bicskának az összeillesztése az órákat vehet igénybe, mire minden passzol, hogy az középen álljon, mikor becsukódik, pontosan nyitódjon, ne legyen túl szoros, ne legyen nagyon laza se, ugye ennek a penge nem állhat lefelé, vagy fölfelé se, tehát ennek úgy kell állni, hogy az ránéz valaki, az tetszen neki, gyakorlatilag a használatnál se legyen hátrányos, hogy mondjuk másképp áll a penge, mint ahogy kellene, és hát azért esztétikailag is kinézzen valahogy. Szerintem egyáltalán nincs kiveszőben ez a szakma sem, meg maga a kés felhasználása, az, hogy az emberek hordjanak maguknál fix vagy akár becsukható bicskát. Szerintem magát a magyar tradicionális bicskát a legtöbb magyar ember hordja magánál, hogy tulajdonképpen azzal eszik. A többi a zsebkéseket, foldereket, vagy akár kis legális fix késeket azért hordják maguknál az emberek, hogy a mindennapos felhasználásra. Zsombornak is van saját kése, nem is egy. Van, amit ő csinált saját magának, és van olyan is, amit boltban vett. És ha ezek után, ahogy nekem is, az fordul meg az önök fejében, hogy ennek a fiúnak megvan a szakmája és megélhetése, tévednek. Ez hobbi, és az is marad, mondja. De a legszebb, amit a kamerán kívül mondott el, azt tanulta meg, hogy sosem adja föl, mert a siker nem jön elsőre. De ha kitartó vagy és eltökélt, mindent el tudsz érni a világban. Ez egy 17 éves gyerek bölcsessége, mely majd átsegíti minden akadályon az életében. A többi csak játék és az alkotás öröme.